A Bács-Kiskun vármegyei első osztályban szereplő kiskörösi LC csapata július 20-án az Akasztó FC gárdáját egy felkészülési mérkőzésre fogadta a Revalopál sporttelepen. A hazai gárda nem olyan régen kezdte meg nyári felkészülését. Három edzés után játszottunk egy mérkőzést egy 4-1-es csapat ellen. Szándékos volt a választás, hogy legyen terelés a csapatnak. Én azt kértem a mérkőzés előtt, hogy mindenki tisztességesen fáradjon el, fussa ki magát, dolgozza végig ezt, akinek mennyi ott van, akinek 60 perc, van akinek 45 perc, kinek mennyi, van akinek 90. Én úgy gondolom, hogy és úgy látom a mérkőzés folyamán, hogy azért ezt betartották, és sokat futottunk, sokat ütköztünk. Az előző szezonban számos sérült játékosa volt a kiskörösieknek, azonban ők vissza tudtak térni az idei bajnokságra. Úgy néz ki, hogy felépültek, az Alán is, és Ugyin is ma 70 percet játszott. Meglátjuk, hogy fogja bírni az ő lába a terhelést, a térde. Reméljük, hogy azért egy 65-70 percet bajnokot is le tud játszani, mert én mindig megbeszélem velem edzés előtt, hogy mi az, amit csinál, mi az, amit nyugodtan kihagyhat, őrá bízzuk ezt, ahogy érzi. Az Alán ő már teljes értékű munkát végez, ő biztos, hogy visszatér, meg most még majd visszajönnek a nyaralók, akkor teljesebb lesz a keret, bővebb lesz sokkal, és akkor nagyobb lesz a merítési lehetőség. Az akasztói együttes elleni edzőmérkőzés 5-3-as gólarányú kiskörösi győzelemmel zárult, mely során a fiatalabb játékosok is lehetőséget kaptak. Itt inkább a Györgyére gondolok, aki megint visszatért. Reméljük, hogy itt is lesz végig, mert ő használható. Ugye a Dávid az már itt volt velünk folyamatosan. Tehát ők sokat kell tanulni, és sokat kell edzeni ahhoz, hogy arra kerüljenek, de tudnak elő első helyzetet teremteni, ami a belső csapatépítési szempontjából nagyon sokat jelent. Az együttesek számára augusztus 17-én a Bács-Kiskun vármegyei kupa első fordulójával veszi kezdetét a szezon, ezt követően pedig a vármegyei első osztályú bajnokság is elrajtol.